Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb barangolás Európában rész lesz, ami szerintem viszonylag régebben volt már, mégpedig Ausztriába megyünk. Az ausztriai barangolás nagyon régóta tervben volt, és körülbelül a világ legegyszerűbb könyvét választottam hozzá, ami egy ilyen nagyon adta magát dolog volt, ami nem más, mint Felix Zlatántól, vagy Zlatántól. A Bambi. Ugye a Bambi az, mint klasszikus és jól lejárt könyv, ezért a Mac-ről letölthető ingyenesen, amit én meg is tettem, csak ugye onnan PDF-be lehet letölteni, és nagyon rosszul konvertálták el, vagy konvertáltam át Mobiba, és nem voltak benne ékezetek, úgyhogy így nem tudom, legalább egy éve ott ült az e-könyv olvasómon, és még mindig nem olvastam el, úgyhogy végül Scribd-en hallgattam meg az angol hangos könyvet belőle, ami lehet egy jobb döntés volt, mert lehet, hogy nagyon-nagyon lassan haladtam volna ezzel az igazából tök rövid kis könyvvel. Ugye a Bambit ismerik az emberek a Disney meséből. Hát igen, mint tudjuk, hogy a Disney mesék azért elég más. Másként alakítják a történteket, ugye a Bambi is így végül is oké, van az az egy pont benne, ami traumatizál gyerekként, hogy meghallja az anyukája, de hogy egyébként remélem ez nem számít spoilernek, mert azért csak vágjuk a Bambinak a sztoriát, mármint a Disney mesét. Szóval az a lényeg, hogy ugye az az egyetlen ilyen traumatikus élmény, amit kaphat az ember, amikor nézi a mesét, és ugye utána minden happy, a végén mindenkinek lesz kis párocskája, és akkor nagyon boldogan élnek, amíg meg nem halnak. De nyilvánvalóan a könyv nem ilyen volt. Én úgy gondoltam eddig, hogy szeretem a Bambit, a Disney mesét, de most miután elolvastam a könyvet, annyira nem szeretem a Bambit. Jó, de mindjárt kitérek erre. Szóval az a lényeg, hogy követjük Bambit az erdőben, ahogy felcseperedik és próbálja túlélni azt a szörnyű csúnya dolgot, amit úgy nevezünk, hogy ember. Ugye vadásznak az őzekre az emberek, jönnek a kis puskáikkal és megölik őket. És hát gyakorlatilag maga a könyv, a Bambi, az itt tényleg arról szól, hogy Bambi így fölnő, megismerkedik a világgal, és rájön, hogy ez egy elég nem túl jó hely, és minden sarkon halál vár mindenkire. Szóval ilyen nagyon vidám, felemelő, élményű olvasmány. Aztán ismerem, hogy szépen van megírva, tehát hogy ezt jó, németül biztos nem tetszett volna annyira a nyelvezetem, mert a némettel én nem a kedvenc nyelvem, mondjuk azt, az osztrák német se. De angolul egyébként tök szépen hangzott, szóval azt én elismerem, de én értem, hogy ennek az a története, hogy nyilván a kis állatkák így próbáljanak túlélni, és ezt mutatja be így állati szemszögből maga a történet, de voltak Bambinak bizonyos cselekedetei, amik így nálam, mondjuk azt, hogy kiverték a biztosítékot, tudom, egy őzike és egy őznek a túlélési stratégiája volt végül is a könyvnek a lényege, hogy ami igazából valamennyire vissza is tért önmagába a sztori, ami egy ilyen szép befejezés volt, mondhatjuk, de attól én még nem voltam vele elégedett, ugyanis nem tudom, ez most mennyire spoiler, Bambi ott hagyja a nőjét, és ez valamiért ez nem tetszett. Tehát, hogy amikor összejött a csajőzikével, és így még hátra volt egy óra a hangos könyvből, akkor tudtam, hogy itt még valamik lesznek, és végül is az lett a történet vége, hogy Bambi így lógott az apukájával, és ez most nagyon szlengesen mondom, tudom, de hogy az apjával volt, és akkor eltanult tőle trükköket, és az volt a lényege, hogy akkor tud túlélni, ha egyedül van. Bambi így elszigetelte magát gyakorlatilag, és így nagyon csöndbe járt, meg nagyon észrevétlenül, ami nyilván túlélési szempontból egy tök jó taktika, csak hogy így amúgy értem, hogy hát ez így elég szomorú befejezés volt, hogy akkor ez a konklúzió, hogy egyedül kell lenni. És ezzel gondolkoztam, hogy én nekem ez gyerekkoromban ezt a könyvet így olvasom, vagy hallom ezt a sztorit ebben a verzióban, akkor lehet, hogy eléggé depressziós lettem volna tőle. Ez a kivenetele, hogy csak úgy élheted túl, ha egyedül vagy. Nyilván ezt az erdei kis állatokra rá lehet húzni jobban, csak így, ez így most nagyon szíven ütött engem, hogy így erről szólt a Bambi sztori. Úgyhogy igen, szóval most már olvastam az eredeti Bambit. Nem mondom, hogy kedvenc könyvem lett, mert azzal hazudnék. Ezt itt én úgy gondolom, hogy lehet egy kicsit hosszú volt, hangos könyvben legalábbis biztosan, lehet előbb fel kellett volna tennem 1,2-es gyorsaságra, mert majdnem 5 óráig, 5 óránál olvasták fel a sztorit, amit ha magamtól olvasok, akkor sokkal előbb befejeztem volna, mert valami 100 oldal körül van a PDF verziója, amit a Mac-en
találtam. Nyilván hangosan felolvasva, szépen hangsúlyozva az egészen más. Nem mondom, hogy baj volt, én valahol úgy érzem, hogy azért adott hozzá a hangos könyv felolvasás ebben az esetben. De annyira nekem ez a könyv nem tetszett, őszintén szóval. Ez a nem volt rossz, de jó se, most már tudom, mi az eredeti Bambi sztori, de én mondom, tehát nekem ez a vége, ami tényleg én megértem, hogy miért az a vége, de attól még nem tetszett, hogy ott hagyta az őzikét. Ráadásul úgy hagyta ott, hogy megkérdezte tőle, hogy szereti-e még, és akkor a Bambit mondta neki, hogy nem tudom. És így ott hagyta. Én meg ez a... Nem mondok semmit inkább, mert próbálom káromkodásmentesen tartani ezt a videót, de hogy akkor így mondtam, hogy akkor rohagy meg, Bambi, úgy, ahogy vagy, tehát igen. És nem tudom, hogy most végül is a végén az, hiszen valószínűleg azok az őtőle származó őzikék voltak, nem voltam mindig biztos abban, hogy jól követem az idősíkot, amin haladunk, hogy... De szerintem igen, csak így néha mondták benne, hogy már olyan régen találkozott XY állatkával, és így gondolkoztam, hogy akkor az ott eltelt egy év, vagy csak a hónapokra akar ezzel utalni, vagy nyilván az állatoknak gondolom máshogy is telik ez az egész, csak így gondolkoztam, hogy akkor ez most hogy van. Úgyhogy igen, úgyhogy most már elolvastam a Bambit, kipipálhatom Ausztriát is a kis listámról. Szóval ez lett volna ez az osztrák kis barangolás, és ez a Bambi. A könyv Bambinak annyira nem leszek a fanja, és nem olvasnám föl gyereknek. Valamiért egyébként ez így megfigyeltetem, tehát egyébként ugye a könyvben egy csomószor így lőtt sebekkel, meg húzzák maguk után a lábukat, meg folyik a vér. Tehát így amúgy elég véres ez a Bambi sztori összességében, nagyon sok vér van benne, és így elgondolkoztam, hogy ez egy gyerekkönyv. De mindegy, szóval végre elolvastam a Bambit, meg volt az osztrák barangolásunk. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!